Köszöntöm első mai vendégünket, Mezei István urat, aki, hát nem is tudom, hogy mivel kezdjem, de talán a legelső ténykedése az a Farkas János Alapítvány létrehozása volt, aztán erre épülve létrehozta a magyarországi cigánylabdarúgó válogatottat, és hát emellett egyéb olyan társadalmi feladatokat vállal le, amit nagyon kevesen tesznek meg. Jó reggelt, szervusz István! Jó reggelt kívánok minden oldalom hallgatójának. Mezei István vagyok, és a Farkas János Alapítványnak vagyok az elnöke. Én azt hiszem, mikor a Farkas János Alapítványt megalakítottam, már akkor tudtam, hogy a legértékesebb cigányt a sportban, Farkas Jánost kell, hogy ő neki nevét tovább vigyük. Ez sikerült. 1992-ben alakultunk a Farkas János Alapítvány, 94-ben alakult meg a Magyar Cigán Válogatott. A Magyar Cigán Válogatott eddig 154 nemzetközi mérkőzésből megnyert 138-at. Brazíliában 3 tornát nyertünk meg, mikor ott kim voltunk. Büszkék vagyunk erre, amit ezek a fiatalok képesek voltak produkálni, azaz, hogy bármelyik ellenféllel nem ellenségként, mint ellenfélként harcoltak. Azaz, hogy kivették részüket országunk dicsőségítésébe, úgy, mint valamikor voltak puskásék. Még puskásékre tudtak talán annyit felmutatni, mint a magyar cigány válogatott 138 nemzetközi mérkőzést a 154-ből. No hát azért egy cigány válogatott összeállítása az nem egy egyszerű dolog. Te járod az országot, labdarúgó klubokat, labdarúgó csapatokat, és nézed, hogy hol vannak tehetséges cigánygyerekek. Hány cigánygyerek ment át ez alatt a közel 3 évtized alatt a kezeid alatt? Hányat vizsgáltál meg? Hát nem akarnák nagy számokat mondani, de 5000 biztos, hogy végbe ment, és a másik az, hogy is könnyebb volt nekem összeszedni ezeket a gyerekeket rendszerváltás után, azaz, hogy ezelőtt olyan 25 évvel. Most egyre nehezebb, mert most anyagi szempontokat emlegetnek, sőt, ami legnagyobb probléma, ez nem probléma, mert dolgoznak az emberek, a fiatalok. Csak hogy innen kivenni őket nagyon nehéz, mert vagy szabadságot kell nekik feláldozni, hogy el tudjanak jönni tornákra, vagy költségeiket átvállalni, amit nem megy. A Farkas János Alapítvány a költségeket nem tudja átvállalni. No, de hát te is cigányember vagy, és nyilván az életed tapasztalata tudatta veled, hogy van más út is, mint az a nyomor, amiben általában a szegény cigány honfitársaink élnek. Meg hát sokan elvesztik a reményt, és hát olyan útra tévednek, amire nem kéne. És te megláttad, hogy a sport az egyik kitörési lehetőség lehet a cigány gyerekeknek ebből a nehéz, sanyarú sorból, hiszen utazhatnak, közösségbe, jó közösségbe vannak, szigorú ember vagy. Én voltam néhányszor a labdarúgó mérkőzéseken, és láttam, hogy kezeled a futballistáidat. Hogy jutottál el idáig? Milyen gyerekkorod volt? Te is focisztál. Én a gyerekkoromról csak annyit tudnák megemlíteni, hogy szegények voltunk, de boldogok. Sokkal boldogabbak voltunk, mint most. Valahogy jobban tudtunk egymásnak örülni. Jobban tudtunk a magyarokkal is jobb kapcsolatot teremteni. Ez egyre nehezebb. Kikérem magamnak, hogy itt megkülönböztesd a magyarokat, mert te is az vagy, meg én is. Úgyhogy jobban tudtunk együtt élni. Tehát jó kérdés, mert azt mondom én, hogy nagyon szeretném azt mondani, mert én az vagyok, magyarnak érzem magam, hogy én magyar vagyok. De mikor megkülönböztetnek bennünket még most is, hogy cigány gyerek, a fociba is, nem is volna baj. Büszkén kéne viselni. Magyar cigányok vagyunk. Büszkén kéne azt is viselni, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség fölvállalt bennünket. És büszkén kell azzal is szó szerint élnünk, hogy mink a Magyar Labdarúgó Szövetség égisz alatt járjuk, mondhatnám a világot. Mert önálló nélkül nem volna ezt meg. Volt egy nagyon érdekes ember a politikában, akit úgy hívtak, hogy Farkas Fórián. Ennek több levelet írtunk, és mindig csak ezt a választ kaptam, ha nem áll módjába támogatni. Megkérdezem én,
az nem állt módjában, hogy bennünket támogasson, az módjában állt, hogy hogy lehet a cigányoktól ellopni, vagy elvenni azt pénzt, amit hát a sajtó mond ki, nem mink mondjuk ezt, csak a sajtó. És azt nem értem meg, hogy ezt az embert hogy létezik az, hogy hagyták, hogy a fiatalokkal ne törődjön. Mert rengeteg fiatal sokkal, de sokkal előbbre tartana, akár a tanulásban, akár a sportban, ha ő támogatott volna bennünket. Nem támogatott. De ez a múlté. De 22 évig a parlamentbe ült a mi nevünkbe. Kedves István, nem feladatom és nem tisztem, hogy a Farkas Lóriánt védjem, meg az egész Fidesz politikát a cigánysággal kapcsolatban, de sajnos nem volt sokkal jobb a helyzet, amikor nem a Fidesz kormányzott, tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen abban nagy egység van az ellenzék meg a kormányoldal között, hogy látszólag, meg szavakban ugyan segít, de például a parlamentben, amikor a cigány felzárkóztatás évtizede című vita elkezdődött, az este 10-kor történt, amikor már senki nem közvetített, senki nem látta, tehát a közönség erről egy szót nem tudott. Általában elhallgatják a lakosság közel 10%-át kitevő cigányság problémáit, illetve az arról való beszélgetést kerülik. Szóba itt mindenki integrációt hirdet, de az összes döntés az tulajdonképpen olyan asszimilációt jelent, aminek az az eredménye, hogy az a cigány, aki ki tud törni abból a nehéz sorból, amiben van, az már inkább otthagyja a cigányokat, és a nem cigány társadalom elvárásainak akar megfelelni, pedig ennek pont fordítva kéne történnie, hogy ő visszamenjen oda, és mintát adjon a kis purdé cigány gyerekeknek, hogyha tanulsz, akkor lehet belőled orvos, ügyvéd, tanár, bármi. De sajnos a zöme ezeknek az embereknek nem ezt az utat választja, de sajnos a politikai meg a közéleti körülmények erre kényszerítik, ezt váltják ki belőlük. Ez így igaz. Én tapasztaltam is játékosok között, meg az, hogy kitértem a Farkas Lóriára. Nem tudtam ezt úgy átlépni, hogy ne szóljak róla. Megértelek, és nem hibáztatlak érte, csak... Egyik részben sokat segített volna, mert én őt segítettem. Akkor, mikor én fiatalon felhoztam Szolnokról. És megtettem a lépéseket, hogy ő haladjon előre. Na most mindegy, lépjünk át ezen. Ez a múlt év nem is az én feladatom. Én nem bántani akarom se egyik kormány, se a Fideszt, hanem voltak dolgok, amikor jobban oda kellett volna figyelni, arra is, hogy jobban oda kéne most is figyelni a fiatalokra. Na most a fiatalságnak a jövője csak azon múlik, hogy milyen oktatásban részesül. Milyen alapot rakunk le. Mert amilyen alapot lerakunk, egy lakást építünk, olyan szilárd lesz. De ha ennek a cigányoknak nem alapot rakunk le, hanem csak homokvárat építünk, ez össze fog dőlni. Vagy a szél elfújja, vagy a víz elviszi. Szóval itt az a cigány fiataloknak többet, nem csak a cigány fiataloknak, nem cigány fiataloknak is többet kellene adni. Akadémiákon is több fiatalnak kellene ott lenni. Sokkal többnek. És én azt hiszem, hogy eljön az az idő, mikor az MLS majd hozzájövő a határozatot, hogy igenis hátrányos helyzetűeknek többnek kell lenni akadémiákon. Mi volt az, hogy a mi időnkben mindig ott fociztunk a csapatoknál. Most ez kevésbé. Mi volt az, hogy Sándor Csikar, vagy Farkas Jancsi, de lehetne egy Szepesit is mondani, ezek ugye válogatottak voltak, összes válogatottak voltak, de vannak névtelenek, vagy Rick Mayer Tibi, aki csodálatos játékos volt. Na most, amit visszatérve, hogy, amit mondtál is, hogy letakadják. Félnek attól, hogy rájön, hogy kijön, hogy cigányok. De én azt hiszem, hogy ez ostobaság, erre gondolni, mert abban az kellene, hogy igen, én ember vagyok, magyar ember vagyok, és megteszek mindent, az, hogy engemet cigánnak neveznek, a származásról onnan van, büszkének kéne arra lenni, hogy ilyen állapotban is én még vagyok, ember vagyok. De te büszke is vagy, hát elég régóta ismerlek ahhoz, hogy tudjam, hogy te hogy éled meg a saját, büszkén éled meg a saját cigányságodat. Gondoltál-e már arra, hogy kéne csinálni egy akadémiát a cigány gyerekeknek? Hát annyi akadémia van, minden sportnak van már akadémia, foci akadémia is van egyesületeknek, de én még nem hallottam, hogy lenne cigány labdarúgó akadémia. Ez jó kérdés. A határon kívüli magyaroknak akadémiájuk van. Többfajta akadémiájuk van. Magyarországon a
így megnevezve, mint cigány akadémia nincs. Ettől mindenki fél, hogy nem merik ezt kimondani, de más kimernek mondani. De kérdezem én, mi nem félhetünk el azoknak akadémiáknak a tagjai között, vagy játékosai között, akik már léteznek, vannak. Nyújtsanak kezet. Fogják meg kezünket. És ember számba tartsanak. Az, hogy értékeljék azt, hogy mi vagyunk, ott vagyunk. És ismerjék el azt a munkát, amit beleteszünk. Mert egy játékos, de az életben is így van, akkor tud csak, mondhatnám, hogy sikert elérni, ha beleteszi a munkáját is, önmagát is. Mondjuk egy tehetséges ember csak akkor tehetséges, ha tesz érte, hogy kijöjjön belőle a tehetség, dolgozik, gyakorol. Rengeteget kellene gyakorolni. Ugyanúgy a zenébe, mert amit mondtál is, hogy magyarok vagyunk. Persze, magyarok vagyunk, mert híres is, hogy a magyar cigán zene, a világ híres. Ezt senki nem tudja tőlünk elmondani. Akkor mi szédélünk, mint akkor azt mondani, hogy a magyar cigány fiatalok nem férnek el egy akadémiába. Ugye mi szégyeljük? Én saját akadémiát csinálnék nekik, és akkor beszéljünk arról, hogy tehetséges focisták-e a cigány fiatalok, de az eredmények alapján, hogy 137 megnyert mérkőzés. A 138. 138. Hát látod, mindjárt egyet el akartam csalni. A több mint 150 mérkőzésből, tehát 90% fölötti eredmény, ez azt jelenti, hogy ott valami tudás van. Most ezek a cigány gyerekeknek a sporthoz való állása ugyanúgy van ezzel a okülvívásban is, még máshogy nem nagyon próbáltunk ki, de a labdarúgás is ugyan, mint zene. Hogy fantasztikus bennik van, mint a braziloknak, a mozgásukban. Úgy félnek tőlük, mikor cseleznek, mint a tűz. Én hagyom őket, hogy cselezzet. Tedd azt, amit tudsz. Csináld meg! Csináld meg! Meg kell csinálni. És ha ezt hagyjuk az embereket szabadon, hogy azt tegyék, hogy amit tudnak, és amit szívesen tesznek, akkor ez megmutatkozik bármiben, bárhol. Ugyanúgy, mint a cigán válogatott. De akkor Pista, te a futballban a játék szépségét, és aztán ezzel jön az eredményesség is, de a játék szépségét tartod elsődlegesnek, és azt a sikert, amit egy jó köténcsel, vagy egy kerülőcsel, vagy egy bicikli, vagy bármicsel során az a gyerek meg, ez adja neki a lelket, hogy tovább hajtson. Ez az öröm. Hát ezen múlik a szépségen, mert ha a szemünk is meglát egy nőt, már szívünk is bezárja, hogy milyen gyönyörű nő, és ezt futunk utána. Hát a foci után is pusolnak. Írjék utóni, és övékén legyen a foci. Mindig náluk legyen. És akkor, ha közel kerülnek a csúcshoz, akkor ott igenis oda tennék a csúcshoz. Rúgják be. Próbáltál-e már egy olyan mérkőzést megszervezni, hogy a magyar válogatott álljon ki a cigány válogatott ellen? Ez már volt többször, még a Bicskei idejében jó barátom volt, nyugodjon békeim, Beberci, meg is egyeztünk. Céklussal és mindenkivel. Hogy a magyar cigán válogatott megmérkőzik a válogatottal. Igen ám, csak a Honvédot előtte egy ilyen összetartáson megvertük 3-2-re, akkor a Honvéd akkor bajnok volt. És még hozzá saját pályáján. És ugye ez nem tetszett, hoppá, mi lesz, akkor megvernek bennünket. Pedig hát ez kellett volna pontosan, hogy adjon lendületet, még nagyobb lendületet a fiataloknak, hogy a magyar válogatott ellen is mi fel oda tudjuk magunkat tenni. És esetleg, ha győzünk, akkor magyarok győztek egymás ellen. Futballoztunk egymás ellen. Micsoda, hogy mondjam, hogy szóbeszéd lett volna, hogy no, a cigány gyerekek jóan intézték a magyar válogatottat? Vagy azt mondták volna, hogy hát igen, a magyar válogatott játszott a cigán válogatottal, és hát. Hát csak mondok egy példát, a braziloknál, São Paulo-ban játszottunk, aki a világkupát nyerte meg. És döntetlen csináltunk a brazilokkal, a saját országukban, a saját pályájukon, mert semmi más, hogy a Vitrézi nem hagyja ki a 11-est, akkor megnyertük. Mert... De ez a milyen brazil csapat volt? Kisebbségi csapat volt? Vagy nem, pedig nem. Ez ugyan rendes... olyan nagy, hogy 19 évesek. 19 évesek. Mert én mindig 20 éven aluliakkal vagyok, ugye 16 évtől, 15 évtől 19 évig. Mink ez a korosztály futballozik. És
megvertük volna őket azzal a 11-esen, ha rám hallgat, hogy ne a felső pipába rúgd, hanem csak rúgd mellé, a lába mellé, vagy a sarokba. Ő nagyon akart rúgni, de tudott is, legjobb játékos sok közé tartozik, még most is azt mondom, hogy most is ott volna helyen, sajnos már nem ott van. De egy döntetlen São Paulóba azt jelenti, hogy győzelem. Hát ez fantasztikus, de volt nektek más, azt mondhatnám, hogy sportdiplomáciai tevékenység. Én szerintem kevés magyar ember, olyan magyar ember van, aki többet találkozott volna a mindenkori pápával, mint te. Hát igen. Svájci Gárdával futballoztunk, és én találkoztam a Benedek pápával, történelmet írtunk, mert eddig a Svájci Gárdát nem engedték ki sehova futballozni, sem megnyilvánulni. És akkor azt mondta nekem a pápa, hogy ígérjem meg, adjam a szavam, hogy nagyon megverjük a Svájci Gárdát. Gondolkodtam, mondom, adom a szavamat. De gondolkodtam azon, hogy mondták, hogy biztos nem jönnek, ők nem tudnak Magyarországra jönni, mert nem lehet nekik jönni. Na mondom a pápának, hogy jó, rendben van, te is adjál a szavazót, hogy kiengedjed a gárdát Magyarországra. Azt adom a szavamot. Nagyon megvertük a gárdát, ugye ott Rómában. De a lényeget mondom, hogy utána jövök hazafelé Peregszászról, és hát nem is inkább mondtam úgy, hogy elenyítő kezdet. Peregszászon voltam, és éjszaka megszólalt a telefon, hogy baj van, a nagykövet úr hívott. Mondom, mi a baj? Hát nem tud menni a gárda, mert nem engedik őket. Mondom neki, hogy jó, hát mondom, majd meglátjuk. Erre megint megszólal a telefon, akkor, de az éjfélkor, és a miniszterelnöki titkárságra egy hölgy keres engem, hogy Mezei úr, baj van. Felcsúton nem lesz meccs. Mondom, miért? Mert nem jön a gárda. Ezt kimondta. Aztán felolvasom. Felolvassa nekem, de tényleg az volt benne, hogy nem jön. És akkor mondtam, hogy nyugodjon meg, mondja meg Orbán Viktor úrnak, ha kedve van elrúgni a kezdőrúgás, jöjjön, mert a gárda jön. De Mezei úr, nyugodtan mondja meg. Na, a lényeget mond. Megint de várjál, Pista, most egy kicsi szünetet tartunk, és innen folytatjuk, jó? Mert most egy kis zene jön, és akkor innen folytatjuk a beszélgetést. Mezei István, modern szóval, futballmenedzser a beszélgetőtársam, és ott tartottunk, hogy pánikba esett a magyar kormány, mert úgy tűnt, hogy az előre megbeszélt mérkőzés, ami a vatikáni svájci gárda és a cigány válogatott között jött volna létre, nem jön létre. Ezek voltak a hírek, de erre jöttél te. Mi történt? Hát én mondtam, hogy nyugodtan jönnek el, a kezdőrögvásra jöhet a miniszterelnök úr. Tudtam, hogy nem jön, mert ő a cigányokhoz nem jön el. Hívtunk már, vagy háromszor is nem jött el. Most mindegy, százszornak is, ugye vége, megint letettem a telefon, megint megcsinálom a telefon, és mondja a telefonban hogy valaki, hogy szavaz, mondom, ne haragudj már, ki vagy. Ismerős volt a hang, mintha tanálkoztam volna vele. Erdő Péter, de nehogy magázzál, szóval, nehogy magázzál. Szervusz, mondom, szervusz. És mondja ő ugyanezt. Mondom, nyugodjál meg. A gárda itt lesz. De Pistám, felolvasan? Nem, köszönöm, nem kell olvasni. De mondom, a földi helytartó, legnagyobb földi helytartó ígérte meg. Ki az a bátor ember, aki ezt megmerti tenni, hogy nem a ígéretet, pápa ígéretét megcáfolja, vagy nem teszi meg. Merjen kimondani, azt mondom, ki az. Megállt az egy kicsit mindent, de Pistám, hát ezt kötően, az nem baj. De itt tesz a gárda. Gyere, te is mondom. Végezz el a kezdőrúgást. No, lényeg az, hogy jöttünk haza, de már én elküldtem egy e-mailt, elküldtem, hogy a nagykövetnek ki az az ember, aki ezt megremette cáfolni, hogy a pápának a szavát megmenni cáfolni, és azt mondja, nem. Ki az, akkor a pápa azt mondta, hogy jön. Jövünk hazafelé, megcsinálom a telefon a kocsiban, ott van a nagykövet, és mondja nekem a János, hogy Pistám, azt mondja, repülőn vannak a kárta. Mondom, azt mondja, hogy csináltad? Mondom, hát neked küldtem el. Azt mondja, hogy megmutattam nekik. Abban a pillanatban azt mondták, hogy mehet a kárta. Lényegében ilyen, szóval és akkor eljöttek Magyarországra a svájci gárda. Mi lett a meccs eredménye?
Hát nyertünk itt is, hát jó, hát nem egy súlycsoport. Pedig ezek jól kitömött srácok, ezek a svájci gárdisták. Kemény gyerekek, magasak, mint még kicsik vagyunk, cigány gyerekek. Mi futballoztunk, ahogy mondtad is. Hogy mi fociztunk. Ugye nem ütköztünk, fociztunk. És nyertünk. És nagyon jó érzték magukat itt. Felcsúton fogadták őket. Még akkor időben a Mészáros hívott meg bennünket, hogy menjünk, mert a miniszterelnök úr nem tudott eljönni a kezdőrúgásra, de feleség ott volt. Ő nem tudott eljönni, de a Mészáros mondta, hogy menjünk ebédelni, meg vagyunk hívva. Ott ebédeltük meg. Kaptatok egy jó ebédet. Na de nem csak Benedek pápával volt neked kapcsolatod, mert elég rendszeres látogatója vagy a Vatikánnak. Hát itt most már én egyszer találkoztam a Ferenc pápával, Isten áldja meg, és már annyira ismer, hogy már amikor ott vagyunk, és lát bennünket, nekem integet, hogy jövök hozzátok. Oda jön, közénk jön, több fotó van, és átölel bennünket, ölelkezik velünk, jó érzi magát, és szinte boldogok. De viszed akkor a cigány gyerkőcöket is. Cigány, hogyne, ott van. De én azt teszem, hogy viszek ki 11 cigány gyereket, 11 nem cigány gyereket, hogy a barátság miatt is. Hogy igen, mink a országért küzdünk, harcolunk. Úgyhogy harcot vívunk az, hogy az országnak jó hírnevét tegyük. És még azt maga vagyok büszke, nagyon büszke, hogy nálunk még kiállítás se volt még eddig. A 154 nemzetközi mérkőzésen nem volt kiállítás, egyetlen egy sárga lapot kaptunk Brüsszelbe, amikor én gyorsan lehoztam a gyereket, és megmondtam neki, hogy még egy, hogy te vitatkozol a bíróval, akkor neked annyi is. Ugye, amikor megmagyarázom a cigány gyerekeknek, hogy ki a legjobb játékos, elmondom. Az, aki nem rúgja fel a játékost, ellenfelet, elveszi a labdát tőle. Nem rúgja fel az utolsó embernek a játékos, mert abból csak probléma van, vagy kiállítsák, vagy 11-es, tehát 11-es lesz. Vagy ha berúgja gólt, azt ki tudjuk egyenlíteni, és meg tudjuk még nyerni a meccset. De egy játékos kiállítónak, az veszteség. Ehhez viszonyítva eddig nem történt meg, hogy kiállítottuk volna valakit. És a bíróval nagyon jó kapcsolatot kell kiépíteni, együtt kell vele működni, hogy jó tudja levezetni a mérkőzést. No, hát akkor az egyház és a pápa után azért fantasztikus kapcsolataid vannak mondjuk a rendőrséggel is, mert én magam is láttam jó néhány olyan mérkőzést, ahol a megyei cigány válogatott, a megyei rendőr válogatott a futballozat. Sokat tudnák mondani erről, de elmondom, a Miskolcon volt rendőrnap, és a miskolci rendőr válogatottban 90%-ban Diós Györgyek voltak, és akkor a Diós Györgyek mindent megnyertek. Velébb volt a kapus. De akkor azok nem is rendőrök voltak. De rendőrségnél dolgoztak. Ja, hogy ott dolgoztak. Ott dolgoztak, nagy része. De a lényeget mondom, hogy megvertük a rendőröket 3-0 a saját pályájuk egyetem pályán. És akkor a Forgács, akit mondják, hogy fél cigány gyerek volt, annyira nem tudta elviselni, hogy nem gratulált nekünk semmit. És egyedül jött a rendőrkapitány Forgásról beszélsz? Rendőrkapitány. Nem, hiába mentem közelbe hozzá, hogy majd kezet fogunk, nem fogott velem kezet. Szóval én oda szóltam neki viccből, haver, hát te is rokonok vagyunk. Te benne is csörök, mondom, hogy kis ilyen fekete vér még bennem is. Azt mondja, hagyd békén, elment. De amúgy sportember volt, le a kalappal. És jött a Pintér, akkor ugye hát főkapitány volt, és gratulált helyette, ő jött oda hozzám. Na de azért ugye itt nem csak arról van szó, hogy ugye, mert általában nem futballpályán szoktak a rendőrök és a cigányok találkozni, vannak ennek sokkal rosszabb verzió is, amikor szegény kis cigány gyereket, aki valamit ellopott, elcsort, vagy valami olyat csinált, ami nem szabad, hát akkor a rendőrök hivatalból valamit csinálnak vele, de nyilván az ilyen futballmeccsek azok lehetővé teszik, hogy jobban megismerjék egymást, és hogy oldódjanak ezek az ellentétek. Nem ezért csináltak? Ez többek volt, között? Két gondolatom volt, mikor a honvédelmi miniszternek voltam a tanácsadója, a Fül Lajosnak, még akkor nálatok, MDF-nél, akkor ugye voltak, bőrfejűek voltak. És én mondtam a fülminiszter úrnak, hogy bízd ezt rám, békesség lesz. Hogy Pista? Hát a honvédségnél össze akarnak verekedni, ezt kapja a tájékoztatóval. Megoldottuk ott is. Focisztunk egymás ellen, és együtt ebédeltünk, és utána nem hallottam olyat, hogy egymással, vagy nem mertek nekik fegyverbe éres töltényt adni, mert féltek, hogy egymást legyen lövik. Volt olyan,
hogy a cigány gyerekek a honvédségtől hazaszöktek. És szóltak akkor nekem, hogy menjek, mert hazaszöktek. Mentem. Ez akkor volt, amikor még kötelező katonaság igen, létezett. Igen, mikor kötelező katonaság volt, igen, így van. És akkor én elhoztam, visszamentem, mondom, hogy aki jön velem katona, az jöjjön, de a főnök az civilbe jön velem együtt, elmentünk. Fogadott bennünket a szülők, fogadtak minden, és visszahoztuk a cigány gyerekeket, és a cigány gyerekeknek mondtam, hogy gyerekek, gyává, mert megszöktök. No, nem engedték őket haza hónapokig, és otthon vagy feleség volt, vagy már ugye elhazakartak, mert nem kaptak szabadságot. No, lényeges, ugorjunk tovább a rendőrségnél. Hát mindig mondták a rendőrök, hogy meglássa, a cigány gyerek meglássa őket, elfut tőlük. Nem áll meg, hiába mondják. Ezen meg utánuk. Tudjátok, mint gyerekek. A pályán zavarjátok egymást, ott fussatok egymás ellen. És fantasztikus volt, jó kapcsolat alakult a rendőrök között, vicceltek egymással, együtt vacsoráztak, együtt kajáltak, együtt ittak kólát, vagy bármit, sört, és nem volt probléma. És azt hiszem, hogy az országban, mintha békésebb kapcsolat lett volna köztük. Már akkor nem féltek egymásról, akkor oda mentek egymással beszélgetni a rendőrök. De ezt mondták visszajelzésért több helyről. Ezt köszöntessük annak is, hogy a akkori pintér tábornok úr merte ezt fölvállalni, akkor, mikor engem odavitt a ORFK-hoz. Merte fölvállalni. Szóval voltak itt sok olyan dolgok, amikor úgy érzem, hogy volt pozitív, meg most is van. De ahhoz, hogy még pozitívabb legyen, oda kell tenni magunkat. Nekünk kell tenni érte. És azt mondom, hogyha menné több gyerek tanul, és munkanélküli nem lesz munkanélküli, hanem dolgozni fog, akkor a szorosabb lesz a kapcsolat is. Egymásért teszünk. Egymás érdekében teszünk meg olyan dolgokat, hogy a sportpályán is találkozunk. No hát, amellett, hogy a sporttal foglalkozol, azért foglalkozol te mással is, hiszen nem tegnap óta ismerjük egymást. Én például azt, hogy a cigány társadalomról átfogóbb képen van az átlag magyarnál, azt nagyjából neked köszönhetem, mert mindenhova elvittél, amit te érdekesnek találtál, és én nagyon hálás voltam érte. Elvittél vidékre, Gyöngyöspatár, ahol születtél, elvittél jól menő cigány vállalkozókhoz, elvittél cigány művészekhez, és ezek nekem nagyon nagy élmények, és meghatározó, a gondolatkörömet befolyásoló dolgok voltak. Na ebből azt akarom kihozni, hogy azért neked rengeteg olyan tevékenységed van, ami nem csak a sporttal, hanem szociális támogatással, cigánygyerekek, cigány sorsok javításával foglalkozik, sőt, még a történelemmel is foglalkozol. Úgy hallom, hogy most arra készülsz, hogy egy ezelőtt legalább 300 évvel, vagy 250 évvel bekövetkezett. 240. 44 évvel ezelőtt. Tragédiát feldolgoz. Mesélj erről egy kicsit, hogy mi történt akkoriban. Amit úgy megemlítettél, segítek, én mindig azt mondom, hogy annak kell egy gyógyszer, aki beteg. Akkor kell egy gyógyszert adni, ha beteg vagy, lelkit kell. A lelkünk a legbetegebb. Ezt kell gyógyítani. És ha ezt megtaláljuk egymásnak a lelkében, bele tudunk úgy férni, hogy gyengítsük egymást, akkor gyógyítottunk. Na most ez a amit most elébb megítél, előítéletek és vérpadok. Ez Hont vármegyében volt, ez Kemencén. Ott összegyűjtöttek 300 cigány. Hányban volt ez? 1778-ban, pontosan. 1778-ban. Összegyűjtöttek 300 cigány, hogy kivégeznek, mert olyannal gyanúsították őket, hogy megettek embereket. De soha nem tudták rájuk bizonyítani, mert soha nem találták meg a halottat, soha nem találták meg a csontokat, semmi olyat. És hogy azt mondták, hogy megették. 41-et már kivégeztek, de nagyon szerencsések voltak a cigányok, meg mindenki, hogy a Pozsonyi Lap lehozta ezt. És a Pozsonyi Lapból értesült akkori Ferenc király, császár, Kalapos király, hogy mi történik? Második József. Akkor és ő rögtön leállított az egészet, vizsgálatot indított, és így állt meg ez. Ennél sokkal több cigányt kivégeztek, de itt nem csak a cigányokról volt ugyanebben, ebben a cigányokról van szó, de megemlíteni lehet a zsidókot is ugyanígy gyanúsították, meg ugyanezzel, ugye szerencsétleneket, és az volt benne a legszomorító, ami
ami legátszomorítóbb, hogy kivitték a gyerekeket, mikor végezték ki a szüleiket, hogy végig nézzék ezeket. Na most megint csak azt mondom, hogy nincs semmi véletlen, lehet, hogy az Isten kijelölt bennünket arra, hogy valami emléket állítsunk Kemencén ezekről az emberekről. Szeptember 18-án a Váci püspök úr miséjével megpróbáljuk őket feloldani az a bűn ellen, ami nem történt meg. Úgyhogy a lelkiket akarjuk rendbe tenni, őnekik is, meg azoknak is, akik elítélték. Azokért is kell misét, akik elítélték őket, mert ostobán ítélték el őket. És mindent meg kell tenni, hogy igenis ezek az emberek a Istennél vannak már, ott van lelkik, akkor ezek felszabaduljanak, hogy megnyugodjanak, hogy Magyarországon tettek, de teszünk érte. Háromas csapat állt össze, én, mint az alapítvány elnöke, akkor a püspök úr, és a... Ber Miklós volt. Ugye nem, Ber Miklós. Nem Ber Miklós. Ja, most már aki utána van, igen, aki igen. Utána jött. Igen, és az önkormányzatnak a elnöke, Pongrácz János úr. Mindent megteszünk azért az illen, de itt már föllépnek a Rajkó zenekar, felajánlotta, Nemcsák, művész úr felajánlotta, hogy föllépnek, és... Aki támogatója a cigány válogatottnak is. Estet. És ebben elvállalta a Schmein miniszterelnök helyettes úr a fővédnökséget. Sőt, tőlük kapunk pénzt, hogy ezt meg tudjuk valósítani. De én azt szeretném még, hogyha eszkumálnánk őket, mert azt se tudják, hogy hol van eltemetve. Csak nagyjából tudjuk. Ezt meg föl kéne deríteni, hogy hol vannak eltemetve, és eszkumálni kellene őket, és tényleg egy közös sírba betenni. A lelkiket itt is meggyógyítani. És mink is magyarok, nyugodjunk meg abban, hogy megtettünk mindent azért az ostoba embereké, akik őket elítélték. Hát egy dolgot tudunk levonni tanulságképpen, hogy a rasszizmus az nem új keletű Magyarországon, mert ennek ugye most már 240 éve, hogy ez megtörtént, és akkor is létezett ilyen. Ötvös regénye a Vérvád, az egy hasonló történetet dolgoz föl, igaz, megtörtént cselekmények alapján, ami a zsidókkal szembeni, hát atrocitásokat jellemzi. Hát ez a könyv, amit a kezemben tartok, amit hoztál, Puskás Péter és Vég József könyve, az a címe, hogy Előítélet és vérpad, emberöléssel vádolt cigányok pere, aminek alapján te elkezdted a magad munkáját és tevékenységét. Hát kedves István, nagyon szépen köszönöm, hogy ide fáradtál, és nagyon sok sikert kívánok ahhoz a munkához, amit folytatsz. Egyrészt a futballban végzett, ráfér a magyar focira, hiszen annyi tehetséges magyar cigánygyerek van itt, és már alig látunk olyan magyar csapatot, kivéve a Paksot, ahol csak magyarok szerepelnének. Mindenféle nevekkel találkozunk, meg színekkel, meg származással, pedig van itt elég tehetséges magyar futballista, őket kéne az első sorba, meg az első vonalba bevinni, és nem számít, hogy cigányok. És nagyon sok sikert kívánok neked ehhez a munkához is, ami hát ennek a cigány tragédiának a feldolgozását, és ebbe is az a jó szándék, hogy az ő lelki békéjük és nyugalmuk is teremtődjék meg, meg azokat is feloldoznád a bűneik alól, akik ezt elkövették. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt nagyon volt. Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, az Oltan Rádiónál, és a másik, hogy ne honosítsunk mink másokat, mikor mi itt vagyunk. Mi már itt vagyunk. A focistákra gondolsz. Ezer éve. A tiszta lelkiismeret és embereket kell, akik itt vannak, aki az országét tesz, aki országot építik, akik megtesznek az országi mindent, a sporton keresztül minden szempontból, hogy jobb körülmények között éljünk, meg jobb legyen a békességünk. Egymást kell tisztelni, becsülni, szeretni. Ebben az országban nagyon örülnék annak, azok koronák igazán boldog, ha egymásra tudnánk mosolyogni és köszönni egymásnak. Na hát ez... És hajrá, magyarok! Ennél jobb végszót el se tudok képzelni. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Szervusz!